Dicsértessék Jézus Krisztus! Köszöntöm a Bonum Televízió nézőit ezen a mai napon, amely a liturgiában az évközédi 20. hetének csütörtöke, és ennek a mai napnak az evangéliuma Szent Máté könyvéből van, amely így szól. Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a népvéneihez. A mennyek ország olyan, mint amikor egy király mennyegzőt rendezett a fiának, elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak. Jöjjenek a mennyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni, erre más szolgákat küldött. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme a lakomát elkészítettem. Ökereim és hízlalt állataim leöltem, minden készen áll. Jöjjetek a mennyegzőre. De azok mindezzel mit sem törődve szétszélettek, az egyik a földjére ment, a másik az üzlet után nézett. A többiek pedig a szolgáknak estek, összeverték, sőt, meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant, elküldte seregeit, és felkoncolta a gyilkosokat, a városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz. A mennyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az út kereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak. Gonoszokat és jókat egyaránt, a lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Amikor a király bejött, hogy megszemléli a vendégeket, meglátok köztük egy embert, aki nem volt mennyegzős ruhába öltözve. Megszólította. Barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs mennyegzős ruhád? De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak, kezét, lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre, hogy sírás lesz és fogcsikorgatás. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Ezek az evangélium igéi. A földi emberi jólét örömteli helyszíne mindig a lakoma. Jézusi hasonlat ezért örök. Az emberi társadalmi szintér állandóságát és örömteliségét a lakoma adja. A lakomának van egy elengedhetetlen kelléke, a jól öltözöttség. Mivel divat állandóan vele járója az emberi együttlétnek, ezért a ruha, ami egy adott kor elengedhetetlen külsére, állandóan kíséri, és azokat a társas érintkezéseket, amelyekben ember és ember találkozik egymással. A király, aki a lakomát adja, emberi szinten megköveteli ezt a külső öltözködést. A történelem órákon egyik állandó, sajátos szlogenem, hogy lehet mondani, elmúlt 5000 évben az ember mindig ugyanaz. Az emberi gondolkodás ugyanaz, akár a szépről, akár a jóról, akár a szerelemről, de a viselet, a tóga mindig más. A külső mindig más, ma nem tóga van a külső megjelenésben, hanem farmer. A király is megköveteli a mennyegzős ruhában való megjelenést. Mai nap emlékezünk egy olyan szentre, aki a reformáció után képviseli az ideális papi, egyházi személy megjelenését.
akár szellemi szinten, akár külsőkben. Edő Szent János, a 17. század francia mintapapja. A Luther által elindított reformáció a Biblia ismeretre épült, a Szentírás ismerete, a teológia szellemi kincsének megismerése. Sajnos a Luther előtti korban a papképzés nem követelte meg általános szinten ezt a magasabb fokú, akár Biblia ismeretet, akár teológiai tanulmányokat. Természetesen mindig volt egy-két polihisztor a papság körében, de nem volt ez minden papra nézve kötelező. A francia papképzés, amely a 17. században szárnyalt, megteremtette a szemináriumi, lelki és szellemi elitképzést a kispapok számára. Ebbe a Pierre de Bérulle atya, aki mindennek a szellemi arca, Bérulle atya által megteremtett iskolába kezdett tanulni a mai napunknak a szentje, Eü Szent János. Ennek a kornak a mintapapjává lett, akár a szellemi műveltségben, akár a papi eszmény külső megnyilvánulásában. Valójában ez a kor szinte a mai napig megteremtette a papi vagy egyházi mennyegzős ruha használatát. Ez a bizonyos mennyegzős ruha, amely az emberi lét külső és belső felkészültségét jelenti. A lakomára be lehet hívni bárkit, de aki belép, annak el kell fogadnia azokat a szellemi és külső formákat, amelyeket egy-egy királyi lakoma megkövetel. Az emberi lakomában is van egy-egy külső illemtan, ezért azon a bizonyos királyi lakomán is van egy-egy illemtani megfelelés. Elsősorban tudnunk kell azt, hogy ki hívott meg. Ki is az a király? A királynak megadni azt a megjelenést, amit meg kell adnom, mert embernek születtem. A 17. századi papi ideál megkövetelte az erkölcsi tisztaságot, amikor a szentségek felvételéhez kötötték a szentgyónás kötelező gyakorlatát. Akkor a lelket tette a bűnbánat szentsége alkalmassá arra, hogy a királyhoz, aki Jézus Krisztus, lépjen. A szent áldozáskor magához vegye. Megszületett minden hívő és keresztény ember számára az a kötelezettség, hogy lélekben, erkölcsökben a mennyegzős ruha legyen rajta. Mai napunk szentje, Eü Szent János, ezért a papi eszményért vált szenté. Ez az a kor, az elmúlt 2000 év kereszténység történelmében, amikor megszülettek jó értelemben a gyóntatószékek sora. Mert a lélek tisztasága, a mennyegzős ruha, amely a királyi lakomán elengedhetetlen kellék lett, ez a mi korunk mennyegzős ruhája. S aki a szentségeket felveszi, annak a bűnbánat szentség által megadatik a királyi lakoma mennyegzős ruhája. Amen.